És ha már András Jenit emlegette átvizési mobilitást, akkor mi is jöhetne más, mint Vajda Árpád, az NCSC Mobilitás Országos Igazgatóság Bereszi irodavezetője beszél nekünk a végülőségével. Van neked is ilyen? Köszönöm szépen. Elvileg Vajda, ott van a Vajda. Vajda Árpád néve. Jó, hát szeretettel köszöntök én is mindenkit, ismerőst ismeretlent. Vajda Árpád vagyok, a már felkonferált hosszú nevű, tudok ám hosszabb nevet is, Nemzeti Családügyi és Szociálpolitikai Intézet, Mobilitás Országos Ifjúsági Igazgatóság, a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Iroda. Csak nem rímel, ezért nehezen megjegyezhető. És amiről én fogok beszélni egy kicsit, az abban köszönöm az előttem lévő előadóknak az előadását, mert nagyon sok érdekes felvetést tettek, és nagyon sok kapaszkodót adtak nekem. Egyúttal azt hiszem én vagyok az, akinek versenyre kell kelni a szendvicsekkel. Hát, ez sose egyszerű, de elég gyakran nyerjük meg ezt a lehetőséget, tehát igyekszem. Úgyhogy mobilitásként ugye arról fogok beszélni, hogy milyen a magyar ifjúsági munka, és mobilitásként mi hogyan segítjük az ifjúsági munkában dolgozó fiatal szakembereket, vagy még csak hallgató állapotban lévő ifjú titánokat. Ehhez azonban előtte egy kicsit beszélnünk kell arról, hogy mi a lótidő az ifjúsági munka. Tehát, hogy ez micsoda is magába. Ugye ezt nálunk ifjúság segítésnek hívjuk, ilyen pironkodva, mert hát az ifjúsági munkához azért az elmúlt 40 év során kapcsolódott némi kosz, úgyhogy ezt még nem sikerült letisztogatnunk, és emiatt ugye az ifjúság segítés, felnőtt segítő szerepkört szoktuk mondani. Néha egybecsúszunk a közösségfejlesztéssel, az andragógiával, a gerontológiával, még hál' Istennek nem, de hogy azért így nehezen tudjuk megfogni, vagy az utcai szocmunkában találunk időnként ilyen kötődési pontokat, úgyhogy nem egyszerű besakkozni azt, ami egyébként Nyugat-Európában már így kristálytiszta. Tehát, hogy az, ami a fiatal korosztály sajátosságát tekinti, a velük foglalkozó, de nem formális keretek között, nem az iskola rendszeren belül, nem tanárként foglalkozó segítőknek a munkáját nevezzük ifjúsági munkának. Csak nagyon röviden, ugye azok, akik arra vetemednek, hogy ifjúsággal foglalkoznak, azoknak azért egy nagyon éres generációs szakaszolásban kell dolgozniuk, ugye itt már sokan vannak, akik ifjúsági munkával foglalkoznak, X-generációsok, mint például jó magam is, mert egy kicsit távol kerültem az ifjúsági munkától, de valaha én is, ugye, ha megkülönböztetünk mondjuk youth worker doktuszokat, akik képződnek, meg youth worker nátuszokat, akik csak úgy Hályok Kovácsként lettek, akkor én inkább nátusz voltam, és lehet, hogy már így a sok tudás birtokában nem is mernék hozzányúlni a fiatalokhoz, mert kénytelen vagyok, mert magamnak is van három gyermekem, úgyhogy amikor hozzányúlunk a fiatalokhoz, akkor azért ott egy Y-generáció, meg egy Z-generáció, sőt utána még jönnek az újabb generációsok, akik már így mobiltelefon, hogyha elveszik a mobiltelefont, akkor gyakorlatilag fulladási vagy ilyen anafilaxiás tünetekkel állnak elő. Úgyhogy nem kis kihívás ez ebben a három generációs vetületben. És ugye a klasszikus megközelítés az mindig az, hogy problémaként tekintünk-e a fiatalokra, avagy erőforrásként tekintjük-e őket. És az ifjúsági munka ilyen szemüvegén keresztül mindig az, hogy felszabadítsa a fiatalokba ezt az erőforrást a társadalom számára, és nem indokolatlanul, hanem azért, mert békés, nyugodt öregkort szeretnénk, és az általunk most legyártott számtalan problémára ugyanhogyan válaszolnának a fiataljai, hogyha nem készítjük fel őket. És ilyenkor, amikor így nézünk rá a dologra, akkor rájövünk, hogy nincs is olyan sok időnk. Én szoktam még ezt a kísérletet használni, bár mindig beégek vele, eredetileg kémiatanár vagyok. Ugye a cukorban van sok erős kémiai kötés szén és szén, szén, hidrogén, szén, oxigén között, és ezt a kötést fel lehet szabadítani, ám de ha simán gyufával égetjük a cukrot, akkor tudjuk, csak ilyen büdös karamellás szaga van, de hogyha hamuba mártjuk, ezt meg lehet próbálni otthon egyébként, általános iskolásoknak nem merem mondani, de itt nem általános iskolások jönnek, nem idősebb, nyugodtan lehet pirózni. Hogyha hamuba teszitek a cukrot, és utána meggyújtjátok, akkor az ég, tehát felszabadulnak benne a kötések, holott a hamu már egyszer elégett. Ezzel nem az ifjúság segítő kiégésére akarok utalni, hanem arra, hogy a mikfogyomú kérdésre az isapor
és homo vogymuk, tehát a homo kifejezés az nagyon jól magában ejti ezt. Tulajdonképpen az ifjúság segítők azok egyfajta katalizátorok. Nem csinálnak meg, ez is egy gyakori tévedés, nem csinálnak meg a fiatalok helyett programokat. A másik nagyon gyakori egyébként a közművelődés területéről atomikusan állandóan érkező, hogy az ifjúság segítők azok majd programot szerveznek a fiataloknak. És ugye mindig van egy ilyen verseny, hogy egyre érdekesebb programot próbálunk szervezni, egyre kevesebb fiatal jön be, még érdekesebb programokat szervezünk, még kevesebb fiatal jön be, és nem értjük. Ez azért van, mert nem a fiatalok számára szervez az ifjúságsegítő programot. Az ifjúságsegítő azért van, hogy a fiatalokat helyzetbe hozza. Mert a fiatalok erősek, ügyesek, okosak, és ők képesek sok mindent megcsinálni, ha helyzetbe hozzák őket. Ha nem hozzák helyzetbe őket, akkor maradnak ott a gép előtt. Úgyhogy ez a kihívás az ifjúságsegítők, és ebben egy ilyen katalizáló szerepkörük van, ami egyébként egy végtelenül árnyalt és nagyon nagy tudást igénylő szerepkör. Na, hogy miért volt ez a méhecskéktől kezdve ilyen hosszú rákanyarodó, mikor meg már hátul ott várnak, ott leselkednek rá a szendvicsek? Azért, mert hogy mobilitásként ugyanolyan intézmény vagyunk, mint amilyen minden európai országban, aki felismerte azt, hogy az ifjúságpolitikával kell foglalkozni, hogy a fiatalok közösségével kell foglalkozni, minden kormány létrehozott egyfajta módszertani szolgáltató háttérintézményt. Így 1995-ben hát az itt lévők talán még nagyon homályosan emlékezhetnek gyerekkorukból, hogyha mellettük a tévét nézték a szülei, akkor megalakult ez a mobilitás nevű háttérintézmény, ami arra volt hivatott, én azt szoktam mondani, hogy a tanároknak a pedagógiai központok egy módszertani segítői, hogy jobb tanárok legyenek, hogy ügyesebben bánjanak a fiatalokkal, hogy a fiataloknak jobb érzés legyen tanulni, és vágyjanak rá. Ugyanilyen módszertani segítője a mobilitás az ifjúsági munkásoknak, vagy az ifjúság segítőknek Magyarországon. És azért, hogy ez ne csak egy ilyen központi országos vízfej legyen, 2000-ben az akkori kormány, András említette, hogy akkor volt egy ilyen fénykor az ifjúság és sportminisztérium, hirtelen, nem is olyan hirtelen, mert ezeknek azért hosszú évek előkészítő szakaszai vannak, ráébredt és rádöbben, hogy ő szeretné minél közelebb vinni a fiatalokhoz, nagyon közel szeretné vinni, szinte mindenhol ifjúságirodát szeretne létrehozni. Ám de arra is rájött, hogy erre nincsen pénze. Ezért elkezdett így visszafele gondolkodni, hogy ha nem tudok minden utcában ifjúságirodát csinálni, milyen jó is lenne, akkor legalább mondjuk minden szomszédságban csinálják lakótelepi részeken, városokban, de hát arra sincs elég pénzem, akkor legalább csinálják kis térségek, arra sincs elég pénzem, akkor legalább megyékbe csináljak már, de tényleg. Arra sem volt elég pénze 2000-ben, ezért regionális szinten csinált ifjúsági irodákat, de alapvetően minket azért hoztak létre, hogy minél közelebb legyünk azokhoz a szükségletekhez, amik bennetek ifjúság segítőkben megfogalmazódnak és tudjunk segíteni. Előttem sok minden elhangzott arról, hogy mennyire vagyunk könnyű vagy nehéz helyzetben. Egy szempontból mindenképpen könnyű vagy talán így túl könnyű helyzetben is vagyunk. Ugye ifjúság politikával kell, hogy foglalkozunk, és van egy tervezési környezet, amiben a mi erőfeszítésünk az egyfajta helyi erőfeszítésként hozzáadódik a sokhoz. Ez a tervezési környezet pedig úgy néz ki, hogy Európának van egy ifjúsági stratégiája. Annyira komolyan veszi Európa az ifjúsággal való foglalkozást, hogy egészen 2018-ig, tehát még vaskosan benne vagyunk a közepébe. Ez azért érdekes, mert ilyenkor számon szokták kérni az országokat, hogy a stratégiák szerintem mit tettél? Most kérik számon a milyenkedés. Ebből mondjuk úgyis az lesz, hogy a mi asztalunkon landol az, hogy felmérjük azt, hogy hogyan néz ki az ifjúságpolitika. De azért mégis ezek ilyen történelmi pillanatok, amikor a döntéshozók azok ilyen nem mehetnek el ilyen laza lemondással emellett a téma mellett, mert őket számon kérik. Úgyhogy ifjúság segítőként majd mindig figyeljetek arra, mert minden nagy politikának helyben is megvan a tükörképe. Ez olyan, mint amikor a helyi politikus a választásra készül, és ugye ha a választók kezdik megkérdezni tőle, hogy oké, hát azt így ígérted akkor, azt mit tettél érte, és ilyenkor mindig érzékenyebb. És a fülei kinyílnak, hogy valamit kéne csinálni nagyon gyorsan, ami nagyon látványos eredmény, ilyenkor könnyen nyúl az ifjúsági területhez, úgyhogy ezt a történelmi pillanatot kell elkapni a helyi döntéshozóknál, vagy akár az iskolai környezetben, az iskolai döntéshozóknál, mert ilyenkor fogékonyabbak az ifjúsági munkára. Na, nekünk most van egy ilyen pillanatunk, nyilván 2018-ban jön el a következő, nem kéne megvárni, úgyhogy intenzíven kéne a döntéshozók felé kommunikálni azt, hogy az ifjúsággal érdemes foglalkozni. A hazai környezetet tekintve olyan országban élünk, amelyiknek nem hogy egy ifjúsági stratégiája is van, hanem kettő.
Az egyik az a Nemzeti Ifjúsági Stratégia, ami egy nagyon hosszú idő.